annyira örülök annak, amit mostanában anyától hallok. Mire gondolsz, Kata? Hát, hogy ezzel a kardos gyerekkel volt mindig. De miért úgy mondod, hogy kardos gyerek? Hisz nem is ismered, nem is tudsz róla semmit, nem is? Ja, vagy úgy, megint a kedves eszközeit, ugye, Kata? Dudásszel és eltárs, mindenkiről megtud minden, senkinek sincsenek előtt a titkai. Kikerested az aktáját? Ugyan már. Nem az övét, nem az apjáit, hanem a nővérét. Azt szólott a mindkettő hőbörög, lázadozva. Papa, ki menészel ebben az országban bőbörögni? Ne vittek, még tüzetlen sem lehet annak, hogy ne tudnának róla. Nem beszélhetsz én! Megtiltom! Te meg nem nyomadhatsz az utána mindig! Megtiltom! Azonnal gyere vissza! Cselekedni!
személyes hangszert. Játszottam mondjuk zenekarban is. Hát igen, de nincsen zenekarom, szóval én kénytelen vagyok egyedül játszani. Kati, kérlek, gyere haza! Nagy baj történt. Gyere, kislány. De hát, mi történt, anya? A nagymama telefonált Pestről. János az unokatestvéremet lelőtték a parlamentről. Micsoda? Mi történt? Az AVH-sok tömegbe lőttek a parlamentről. Folytatódnak a tüntetések, amik 23-án kezdődtek. Igen. Apa már tudja. Macsi! Szia! Részesen vettem. Szia! Mit olvasom? Shakespeare, Romeo és Julia. Kedvet kaptál hozzá? Én csak próbálom megérteni őket. Ha jobban belegondolok, Julia éppen annyi idős volt, mikor meghalt, mint én most. Őrület, nem? Meghalni a szerelemért? Szerinted ez nem lehetséges? Nem tudom elképzelni. De mindig szót fogadt a szüleidnek? Hát... Szóval te sem. Azért igyekszem. És Elvis? Honnan tudod? A lányok mesélték. Azt se kéne, hogy megtudják otthon. Szóval szerinted nem érdemes meghalni a szerelmünkért? Nem tudom. Annyira még nem voltam szerelmes, hogy meghalljam. Soha. Á, Kardos és Dudás! Maguk meg mit keresnek még mindig itt? Miért nem mennek már haza? Már is tudom, mint a lennő. Viszontlátásra! Ebben a házban mindenki ellent mond nekem. Nem akarom, hogy egy ilyen kétes alakhoz legyen köze a lányomnak. Ennek nem lesz jó vége. Thank you.
Küldje be a gyenes hadnagyot. Már is intézkedem. Pihenj! Mindnyájan tudjuk, mi történt Pesten. Azt is tudjuk, hogy 8 tonna lőszerelünk. Meg kell akadályoznunk a civilek bejutását a laktanyába minden áron. Ha kell, felrobbantjuk az egészet. És hogyan? A laktanya déli, északi és nyugati oldalán gépuskafészkeket telepítünk. A keleti homlokzat előtt észak-déli irányba vezető út és a bekötő út kereszteződésében a határőrű 13. számú házánál jobb és baloldalt is gépuskafészkeket helyezünk el. Üzenni fogunk? Muszáj, igen. Meg kell akadályoznunk a laktanyába való bejutást minden áron. Értettem. Elmehetnek. Drága nézőink, most
pedig Horváth Anna Mária fog előadni egy darab akkumulát. Anna Mária már évek óta tanul zenélni. Fogadják szeretettel! Nem jön! Tegnap este játszottak határon Ausztriában. Jaj, most hallom. Anna Mária, oda súlyos betegen, nagy lázzal fekszik odahoza. Én is kívánok neki jobbulást. Akkor... jöjjenek a kiszínész palánták, az ipari tanulóból szállt színtársulat, vagyis a Shakespeare bandája. A csapat a Rómeó és Júliától ad elő részleteket. Miki, csak hogy itt vagy, hol voltál? Ezt nem fogjátok elvinni. A városban hatalmas tömeg gyűlt össze. Az egyetemisták szerveztek egy tüntetést. Jó, tudom. Apukám mesélte, hogy tegnap is kisétikáltak. Csak nem csatlakoztál te is. Ez nem sétikálás, ez komoly tüntetés. Már a gyári dolgozók is ott vannak, meg mindenféle emberek a városból. A nagyapádat is látnak. Micsoda? Már csak ez hiányzik. Anna már mondta, hogy Pesten lőttek is az emberek közé az ABH-sok. Jaj, itt nem fognak. Miért nőnének, hogy szépen hazasétál mindenki? Macsi, fogd már fel, hogy ez forradalom. Ott a nővérem is. Majd jól kirúgják az egyetemről. Anna már egyik rokonát is lelőtték. Tényleg, mondta. Ő már előadta a darabját? Nincs itt. Hogy? Átszöktek a határon. Na jól, nem megyek a nővérem után. Tudom kell, mi lesz. De most jövünk mi? Megoldjátok nélkülem. Ezt nem mondhatod komolyan. Annyit dolgoztunk, annyit dolgoztál. Nem számít. Csak is az számít. Ott ki. Gyertek, gyereknek, vár benneteket a színpad. Szabadságot! Lajos csillagot! Buszkik haza! Vélemény szabadságot! Szolás szabadságot! Szolás szabadságot! Thank you.
Matikkal kérek önöket, hogy menjenek innen! Mi nem akarunk bemenni! Mi csak azt akarjuk, hogy álljanak át a mi oldalunkra! Persze, persze! Aztán meg majd fegyvereket akarnak! Ne kényszerítsenek minket erőszakra! Utoljára mondom, hozzoljanak! Menjen haza minden tüntető!
Köszönjük szépen az előadást, és most felkérem a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 22. kerületi szervezetének képviselőjét, Péter Árpád elnök urat az emléklapok átadására. Először a Gádor Általános Iskola képviselőjét, Maróti Miklósné igazgatóasszonyt kérem fel az emléklap átvételére. Emléklap a forradalom emlékének ápolásáért Gárdor általános iskolának. Tisztelt vezetőség! Nekünk az életünk alkonyán járó szabadságharcosoknak nagy örömünkre szolgál, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét ápolják, és annak szellemiségét nagy szeretettel átadják a jövő nemzedékünknek. Ezért a POFOSZ 22. kerületi elnöksége a forradalom ápolásáért emléknapot adományoz önöknek.